akkor le is töltöm mindjárt, csak ezt így gyorsan el is tüntetem. Nej? Na, zsaboly. Ja, szóval Netgraph nullával lehet eltüntetni. Mit szerettem volna mondani, hogy a videó... Ja, a videó 50 FPS-ben lesz lerenderelve. Ennek oka az, mégpedig, hogy a... hogy ezt egy kicsit közelebb húzom, és hogy a... úgy lesz, hogy a... ugye én Premiere Pro-val renderelek, de amikor valamiért, amikor 60 FPS-re renderelek, akkor az nem olyan, mint egy 60 FPS lenne, szóval az valami szar, de nem 60 FPS, 50 FPS, hogy aki renderel a videót, akkor nagyon szép videókat tudok csinálni. Szóval ez egy 1080p-s, 50 FPS-es videó lesz. Na, Inferno, ja? Inferno, várnunk, nem érdekel várnunk. A versenyző részét mutatjuk. És nagyon csodálatos van. Jó, a B-re ment első körbe. Már ilyenkor reportolva lett a gyerek. Gondolom kapta az infót, hogy hát ez nem B. És még pedig bejön a vár. Szépen kiállták az első kört. Az a gyerek azért nem tudom mit lőtt H-re annyira, de szép volt. 3 H-t elég szépen behúzott. Gyerek csatogtatja ott a kis fését, pillangó fését. Jó, hát ebből én most nem tudom nektek egyelőre kideríteni, hogy sale vagy nem. Mert ez alapvetően egy elég nehéz dolog. Sikerítesen A-ra ment, viszont ilyenkor meg B-re mennek ezek. Second mid-re. Meglőtte egy kicsit a csapattársát, egészen T-kezdőjük kitolják. Azt meg lehetett látni egyértelműen, kilógott a feje. Szép kis P2-t van, nekem is tetszik. Egyelőre igazából olyan, mint egy sima versengő. Szóval nagyon csalás nem látok benne. Ami meg azt nem értem, hogy miért reportolják, szóval ez egy olyan map, ami kifejezetten CT. Szóval, hogyha itt sok kört hoznak, az nyilván azért van, mert jól tudnak védeni. Mindegy, ezt amúgy hallhatta, hogy eldobott egy fegyvert, vagyis legalábbis lecserélt egy fegyvert. Jó, hát kitolta. Lát a szemből nem jön senki, akkor hát ment oda. Hallja a csapot. Átcserélni az AK-t. Nem vette észre amúgy a gyereket, szóval később vette csak észre. Amúgy szerintem lehetséges, hogy smart amúgy a gyerek.
Szóval ja. Bement B. Forognak át. Az jó flash, alapvetően már azt mindenki kapja. Tól miket forog egyébként. Azt láthatta. Mondom szerintem, hogy ez meg a gyerek. Ellőtték, kész. Szerintek megint csak hoztak egy kört. Várjatok csak. Ez a gyerek az első? Nem. Tudjátok, szerintem egyelőre nem hinném, hogy sajna a gyerek. Igazából csak egy ilyen kis rage lehet az enemy-nél. Ahogy láthatjátok, alapvetően nem annyira várós ez a gyerek, szóval mindenhova kitolja, ahova lehet igazából. Tartja a falakat. Lenéz rókába, nincs ott senki. Egy gyors vissza szekund. Ajt el, köszönöm szépen mindenki, aki feliratkozik a csatornára, illetve lájkolja a videót. Ez nekem nagy előrehaladás jelent igazából a videó készítésével, hogy milyen pozitív támogatást kapok tőletek. De én látom, hogy a gyerek forgolódik, mint a... Nem tudom. Éppen kifagyott szegény gyerek. 14-es stat van. Ez egy... Jól kezdem a napot stat igazából. A virágokat annyira nem szeretem. Nem szereti a gyerek, azt már látom. Tartja boiler. Tudják hidet, kidob. Secondre kidob a teget. Kapja is igazából az enemy eléggé. Még a régebbi kommentekben volt egy olyan, hogy beszéljek többetek, most ezért beszélek, mert most ezt visszaolvastam. És hát akkor most beszélgetek többet egy kicsit tőletek. Történik itt valami izgalmas? Aha, lehet, hogy most. Nem tudom, srácok, szerintem smurf. Na, nem azért, de... Grenade out! Nem GH-zik, szóval nem tartja, most... Jó. Ez most kicsit furcsa volt, de... Most mindenki tarthat falon át. Ez olyan, ami holhatott. Várjál, hol vannak a csapattársai? Azt sem látom igazat megolva. Itt a bomba hát nyilván kempelni fogja, de azért miért nem vár a gyerek, ezért ki fogja tolni. Gyerek, most AWP-zik, gondolom ki akar egyet ugrani midre. Ja, ki akar ugrani midre. Dupla szkóppal megy ki, nem egy jó ötlet. Azt meg kell hagyni. Srácok, mivel szeretek, vagy hát nem szeretek, hanem mivel alapvetően nem szeretnék mind úgy, mint régen, hogy nem adok megfelelő indokot és megfelelő választ egy dologra. Alapvetően a gyerek szerintem egyszerűen csak smurf volt, vagy egyszerűen tényleg jó volt a teammate. Az előző videónál volt egy olyan, hogy lehet, hogy az elején csalt. Igen, ez nagyon valószínű volt, viszont alapvetően a továbbiakban ezt nem tudtam bizonyítani, ezért így nem rakhattam rá a VH-t. Itt ennél nem volt olyan, ami egyáltalán VH gyanús, egy gyerek egyszerűen kitolta az enemy rage-et, és valószínűleg ezért, mert 8-1-be vagy 7-1-nél volt már a végén. Erre nem tudtam mindent mondani. És hát akkor köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, kérlek szépen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, illetve hogyha szeretnétek Team Fortress-ezni, vagy Cségúzni, vagy bármi játékot játszani velem, akkor azt lépjetek be Steam Group-ba, és akkor maximum elmegyünk egy ilyen közös játékba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Ja, és közben elfelejtettem, hogy én nem adtam.
Szóval... Hoppá. Első. Szerintem adjuk itt ilyen tüzet. Inferno vagyunk, 9.